terhesség ideje alatt szándékosan olyan gyógyszereket szednek, hogy bolond gyerek szülessen, hogy dupla családi pótlékot tudjanak lehívni. Botrányt kirobbantó mondat 2009-ből. Molnár Oszkár edelény polgármestere és a Fidesz országgyűlési képviselője arról is beszélt egy képviselőtestületi ülésen, hogy a főleg cigányok lakta településeken a terhes nők gumikalapáccsal ütik a hasukat, hogy fogyatékos gyerekük szülessen. Mondjon le, követelte több száz tüntető az edelényi városháza előtt, miután Molnár Oszkár kijelentései nyilvánosságot kaptak. Feltételezzük, de nem megengedjük, hogy mégiscsak létezett ilyen elvetemült valaki. De vajon egyetlen ember bűne elége arra, hogy az összes cigány anyát meggyalázza? Molnár Oszkár később a zsidókról és a homoszexuálisokról is szélsőségesen nyilatkozott. A Fidesz akkori politikai ellenfelei követelték, hogy zárják ki a pártból. Végül csak akkor váltak meg tőle, amikor elindult a 2010-es választáson a fideszes jelölttel szemben. Molnár Oszkár kizárása óta függetlenként politizált, de az őszi önkormányzati választásra készült friss plakátjain újra ott van a Fidesz-KDNP logó. Azt mondja, rendezte a viszonyát a kormánypártokkal. Én egy keresztény, konzervatív, jobboldali ember vagyok, mindig is az voltam, és ugye a keresztény embereknek a két legfőbb ismérve a szeretet és a megbocsájtás, tehát a magam részéről én fájtlat borítottam a múltra. Egyik helyi ellenfele szerint semmi jelentősége, hogy a kormánypártok is megbocsátottak a polgármesternek. Az edelényi emberek nem gondolom, hogy most pártpolitikát követve fognak szavazni egy önkormányzati választáson. Az emberek edelényben változást akarnak. Évek óta nem történik semmi fejlődés, teljesen le van lassulva, ez a város csak vegetál, vissza kell állítani a kistérségben vezető szerepét. Október 13-án valószínűleg összesen három polgármesterjelölt közül választhatnak az edelényiek. Mindenki független, pártok csak Molnár Oszkárt támogatják.